Ha minden igaz, szombattól ezeken a csúszdákon már kisgyerekek fognak lefele csúszkálni. Hétvégén ugyanis a tervek szerint megnyitja a kapuit a fehérvári strand. Köszöntöm Önöket, ez az esti mérleg. Mutatjuk, hogy milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt csak nem egy év alatt. Következő napokban az utolsó térkövek is a helyükre kerülnek a strandon. Az ígéret szerint ugyanis szombaton nyitja meg a kapuit a nagy közönség előtt a felújított komplexum. A strand fejlesztése és felújítása tavaly ősszel kezdődött. Szinte az összes burkolat, közmű és zöld felület megújult. A két legnagyobb munka azonban a három csúszdás medence és a pezsgőfürdő sodró folyosós új élménymedence megépítése volt. Gyakorlatilag a kerítésen belül az összes területnek a felújítása megtörtént. Tehát a teljes zöld felület újrafüvesítése, az összes járó felületnek, a régi aszfaltos járdáknak a felbontása megtörtént, és új térköves sétányokat építettünk, új padokat tettünk ki, és a legfontosabb az a három új medence, élménymedencének a beüzemelése, megépítése volt. Ebből talán a legnagyobb érdeklődéstel tart számot a csúszdás medencénk. Az egy három nagy csúszdával rendelkező 120 köbméteres csúszdás. Medencét építettünk, emellett egy új élménymedence, egy új csempemozaikkal borított élménymedence került kivitelezésre, ebbe buzgárok, masszírozó elemek, sodró medence is helyet kap, és ezen felül pedig a régi gyermek pancsoló medence egy nagyon komoly élményelemekkel bővítést, és mellette egy úgynevezett vízividámparkot, egy spréparkot kapott bővítésként. Ugye 700 millió forint volt az a keret, amiből lehetett gazdálkodni, meg viszonylag a terület is bizonyos korlátokat támaszt. Ez alapján, ugye mondta ezt a három élményelemet, hogy választották ki, hogy milyen élményelemek kerüljenek újonnan be a fehérvári strandra? Megnéztük, hogy a többi strandon mi az, ami nagyon népszerű a vendégek körébe, és mi az, ami nincsen a mi strandunkon. Egy nagy úszómedencénk van, illetve van egy gyerekmedence is, amik gyakorlatilag változás nélkül újra nyitottuk, és ezek az elemeket kellett bővítenünk, ezek az elemeket, ami a másik úszodákban, a másik strandokon nagyon népszerű a közönségnél, ez a csúszda, illetve az élménymedence. Ugye itt elhangzott, hogy szombaton optimális esetben most már tényleg kinyithat a strand, addigra végeznek a munkák, ami van még addig vissza most itt a héten. Héten nagyon sok térkövezési munka van, ez látjuk, hogy a térkőnek kb. A kétharmada már elkészült, még az utolsó 1000 négyzetmétereket még burkolják a kollégák, illetve még az élménymedencének egyes csempeburkolási munkákat kell még a héten elvégeznünk. Hányan dolgoztak, vagy dolgoznak még jelen pillanaton is itt a felújítási munkálatokon? 50-60 ember dolgozott, és a mai napig is dolgozik a strandon, hogy szombaton meg tudjunk nyitni. Szombati nyitásnál majd, akik ideérkeznek, azok milyen jegyárképzéssel szembesülnek majd, illetve hát milyenek lesznek a jegyárak itt a fehérvári strandon? Közel egy évtizede változatlan árakkal dolgozott a strand. Most úgy gondoltuk, hogy elég komoly szolgáltatásbővülés is történik, ezért egy áremelés történt. 1000 forintba fog kerülni egy kedvezményes, tehát diák nyugdíjas jegy, 1500 forint lesz egy napi felnőtt jegy, illetve 4000 forint lesz a családi jegy, amivel két felnőtt, két gyermek bejöhet a strandra. Nagyon fontos, hogy ez a strand minden szolgáltatását magába foglalja, tehát nem kell külön fizetni a csúszdáért, nem kell külön fizetni a nyugágyakért. Természetesen korlátos mennyiségben, tehát 200 nyugágy lesz kinn a strandon, de gyakorlatilag ezeknek a bérléséért nem kell további pénzt fizetni. Nyitva tartását a strandnak, az hogyan képzelik el az idei évre, tehát meddig lesz majd nyitva? Nagyon régóta ugyanaz a nyitvatartással üzemelünk, ezen nem tervezünk változást, tehát reggel 8-tól este 7-ig lesz nyitva a strand. A csúszdának az üzemidejét fogjuk ettől egy kicsit eltérően, az reggel 9-től 1 óráig, akkor egy üzemszünet 2 óráig, és 2-től pedig este 6-ig fog újra működni. A felújítás során új büfé épült terasszal, a szomszédos cukrászda pedig egy kis herthelyiséggel települ majd ki a strandra. Nagyon fontos újítás még, hogy visszakerül a fő bejárat a Szabadságharcos út Mátyás Király körút kereszteződésében található boltíves régi árkád sorhoz, melyet szintén teljesen felújított és díszkivilágítással szeret fel a városgondnokság.
A fejlesztés közel 700 millió forintos önkormányzati támogatásból valósult meg. Reméljük, a bizakodó ígéretet tudjuk majd tartani, és szombaton tényleg meg tud nyílni a strand, és persze olyan idő is lesz, hogy az emberek ezt gyorsan birtokba is tudják venni. A 700 millió forintos önkormányzati beruházás valósult meg a Városgondnokságon keresztül, ezt teljes egészében a város finanszírozta. Úgy gondolom, hogy van egyébként egy nagyon csodálatos alapadottságokkal rendelkező strandunk, köszönhetően Csitári polgármester úrék előrelátásának. Ez azt gondolom egy nagyon szép környezet, de hát most már megérett egyrészt a felújításra, ugye azok az épületek is megújultak, amelyek eredeti épületek, másodszorban korszerűsítésre, bizonyos tisztítási munkák elvégzésére, természetesen a burkolatok cseréjére, és több új medence is kialakult, közötte az egészen piciknek és a csúszdán keresztül a nagyobbaknak is. Én bízom benne, hogy az emberek szeretni fogják és használni fogják ezt a strandot, és még egyszer bizakodjunk benne, hogy erre már szombattól kezdve lesz is lehetőségük. Ha a környéknek a fürdőit vagy strandjait nézzük, akkor ez mondjuk milyen felszereltségű lett azok között, illetve hát nyilván amire itt volt lehetőség, azokat alakították ki. Valóban így van, itt a lehetőségeket kellett figyelembe venni, különösen úgy, hogy közben is módosult a tervpont azért, hogy az itt mögöttem látható platánt meg lehessen menteni, ami azt gondolom egy nagyon nagy érték, tehát szerintem egy helyes tervezői döntés volt, de nyilván ezáltal az alapadottságok megvoltak. Úgy gondolom, hogy a nyíltvizes strandok között nincs szégyenkezni való most már ezzel, a csúszdák bekerülésével nagyon sok plusz szolgáltatást lehet biztosítani, azt gondolom, hogy napozók azok egészen különlegesek. És hát persze nyilván a növényzetre még egy kicsit várni kell, hogy megnőjön, de azzal együtt szerintem csodálatos környezetben van. Az árakat is ilyen strandokkal összefüggésben állapította meg a Városgondnokság, összehasonlításban szerintem árérték arányban kedvezőek, különösen a bérlet és a tábori konstrukciók. Nyilván ez nem egy élményfürdő, egy fedett élményfürdő, arra nem volt a városnak saját forrásból lehetősége, ugye évekkel ezelőtt voltak ilyen jellegű pályázatok, akkor a város nem tudott, nem akart elindulni ezeken, most ilyen nyitott pályázat nincsen, élményfürdőt, ami nyilván 5-6-7-8 milliárd forint azt a város a maga erejéből nem tud építeni, de azt gondolom, ha épülne is, biztos, hogy nem erre a területre szabadna, ez a terület szerintem így szép, ahogy most kialakult, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet tovább fejleszteni, egyrészt a távolabbi részére tervezzük a második 50 méteres úszoda épületnek a kialakítását, ott az úszoda bővítés történne, meg a következő években ez a különböző tervezési és forráskeresési munkák elkezdődtek, és ha egyszer pedig lesz a városnak lehetőség, akkor máshol kell olyan fedett élményfürdőnek helyet keresni, amit máshol esetleg már az emberek megszoktak, de tudni kell, hogy azoknak is az üzemeltetése nagyon sok problémát, és ahol nem szállodával együtt épül, ott bizony veszteséget is okoz. Én szerintem most örüljünk ennek a strandnak, 700 millió forint az komoly pénz, de bízom benne, hogy a következő években, amikor majd erre járunk, akkor azt látjuk, az emberek szeretik, használják, és akkor elmondhatjuk, hogy ez minden szempontból meg is érte. A belépő árakról mindenki informálódhat a Városgondnokság honlapján, vagy hétvégétől akár személyesen is, tekintve, hogy szombattól bárki kipróbálhatja az új élményelemeket a felújított strandon. Így hát tehát most a fehérvári strandnak a kivitelezése. A kaput most egyelőre rázárjuk a munkásukra. Szombaton majd megnézzük, hogy hogyan is áll a strand, nyitásra készen. Köszönöm, hogy velünk tartottak.